Marcelli Város Önkormányzatának 2016. november 24-i ülését megnyitom, megállapítom, a képviselőtestület határozatképes, a 11 tagból 10 jelen vagyunk. Körösi András jelezte, hogy mai testületi ülésen nem tud részt venni. Mai képviselőtestületi ülésünkön 21 napi rendi pontot és egyebeket tárgyalnánk. A 20-as az őszinte mosoly alapítvány kiküldtük írásba, a 21-es pedig a szövetség a polgárokért alapítvány kérelme volt. Ez utóbbi az alapítvány, ami jelenleg is itt az udvarba irodát használ. Kérdezem, hogy mindenki megkapta a napi rendi pontokat? Aki megkapta, kérem készen tartást. Aki egyetért napi rendekkel, kérem készen tartásra szavazzon. Köszönöm. Egyhangú. Tisztelt képviselőtestület, mielőtt megkezdenénk tárgyalni a napirendi pontokat, egy kötelességemnek szeretnék eleget tenni, megemlékezni dr. Rádler Antalra, aki Marcelli Város diszpolgára volt, és 1971 óta a sebészeti osztály osztályvezető főorvosa, majd 1973-tól mindegy 25 éven keresztül a kórház igazgató főorvosaként dolgozott. Rádler Antal azt gondolom mindannyiunk által ismert személyiség volt, aki nagyon sokat tett azért, hogy egy emberközpontú kórház tudjon Marcaliban működni. Azt is hozzá kell tenni, hogy jelentős szerepe volt a fiatal orvosgeneráció kinevelésében. Ma is nagyon sokan még ebből a generációból dolgoznak a kórházba, vagy azok, akiket ő hozott ide annak idején dolgozni. Kicsit talán neki is köszönhetjük, hogy egyáltalán még létező, működő kórházunk van. Emellett lokálpatriótaként sokat tett a kórház épületének felújításáért, a kastélyépület felújításáért, a park állapotának megőrzéséért. Tagja volt Marcelli Város tanácsának, elnöke a Marcelli Teniszklubnak. Úgy gondolom, hogy néma felállással, egy perces néma felállással adózzunk emlékének. Megkérek mindenkit, hogy álljon fel. Köszönöm szépen. Rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására. Első, a belső ellenőrzési ütemtervről szól előterjesztés. Ismert tisztelt testület tagok által előre meg kell határoznunk, hogy mely intézmények belső ellenőrzése történik meg az adott naptári évben. Természetesen, hogyha időközben bármilyen olyan probléma felmerül, amely speciális ellenőrzést igényelne, akkor ezt megtesszük soron kívül. Az előterjesztést tárgyalt a Pénzügyi Gazdasági Bizottság. Hosszú András elnök úr, kérek elnök úrnak egy mikrofont. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt főedzőasszony. A bizottság egyhangulag javasolta elfogadásra a testületnek a belső ellenőrzési ütemtervet. Természetesen ez időközben módosítható, ha olyan feladatok jönnek közben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Előtehez kapcsolatban a kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, kérem készfenntartással. Jegyzőkönyv számára 10 igen szavazattal a testület az előterjesztést elfogadta. Második számú előterjesztés a város 2017 első fél évi munkaterve. A munkaterve azokat határoztuk meg elsősorban, amelyek kötelező napirendek vagy visszatérő napirendek. A testület tagjai pontosan tudják, hogy ha 3-4 napirendet tervezünk, az a végére mindig 19-20 vagy még akár több is lesz, annak függvényében, hogy hány előterjesztés kell még megtárgyalnunk, illetőleg az is ismert, hogy az általában elfogadott tárgyalási napokat legalább a dupláját szoktuk eltölteni testületi ülések tartásával, hiszen rengeteg dologhoz kell testületi hozzájárulás, más nem mondjunk, csak az összes pályázat indításához, befogadásához. Munkatervvel kapcsolatban van-e valakinek felvetése? Nincs. Aki egyetért, kérem készfenntartással. Köszönöm. 10 igen szavazattal. Hármas számú előterjesztés. Iskolai körzethatár kötelező felvizsgálatú iskolák listájáról visszatérő napirend minden évben, ugye a klik küldi meg a javaslatot, továbbra is ugyanaz az álláspontunk, hogy megítélésünk szerint helytelen a kliknek az az álláspontja, mely szerint Csömend települést Marcaliba kívánja, hogy betagozódjon a Puszta Kovács iskola indokolt, hogy továbbra is az ő befogadó iskolájuk legyen. Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási Bizottság elnökasszony. Kérek a
Ágnesnek egy mikrofont. Címzetes jegyzőasszony, a bizottság tagja is egyhangon azt gondolják, hogy a Pusztakovács iskola megmaradása is fontos. Tehát a csömendi gyerekek menjenek oda, ne a Marcal iskolába járjanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Határt javaslat is ezt tartalmaz, illetőleg azokat a pontosításokat, amelyek inkább elírási jellegűek, vagy olyan közterületek, amelyek kimaradtak a listáról. Kinek van kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Hozzászólás. Egyetért kérem készfenntartásra szavazzon. Köszönöm. Egy hangon. Következő előterjesztés Marcai Múzeum igazgatóállás pályázat útján történő betöltéséhez. Egy pályázat érdekelt Vidák Tünde részéről, akit köszöntök ez alkalomból is, hogy itt van a testületi ülésen. A szakbizottság, illetőleg az előkészítő bizottság a pályázatot támogatta. Azt gondolom mindenki számára világos, egyértelmű, annak a munkának a folytatását tartalmazza, amit a múzeum eddig is végzett a város lakosságának megelégedésére. Az előterjesztést tárgyalta a civil bizottság. Megadom a szót elnökasszonynak. Tisztelt jegyzőasszony, polgármester úr, képviselőtestület, a bizottság egyhangulag támogatja Vidák Tündét az igazgatói poszt kinevezésére. Megkérdezem, kinek van kérdése, akár hozzám, akár a pályázóhoz. Nincs vélemény. Azt gondolom, mindannyian támogatjuk, aki egyetért, azt kérem készfenntartásra szavazzon. Köszönöm, 10 igen szavazattal újabb 5 évre Vidák Tündét megbíztuk a Marcelli Múzeum igazgatói tevékenységével. Gratulálok az eddigi munkához, jó munkát kívánok neked és kollégáidnak. Következő előterjesztés. A városi könyvtár igazgatói állás betöltés, hogy a testületet tájékoztató, amit a bizottság is tud, hogy érvénytelen a pályázat tekintettel arra, hogy érvényes pályázat nem érkezett. Javaslom a tisztelt testületnek, hogy átmeneti időre, amíg a következő pályázat kiírásra nem kerül, illetve arról döntés nem születik, Morostori Szilvesztert, az intézmény jelenlegi vezetőjét bízzuk meg a feladat ellátásával. Az előterjesztést tárgyalta ugyancsak a civil bizottság, elnökasszony. Így van, támogatja egyhangulag a bizottság újra kiírásra a pályázatot. Jegyzőasszony kiegészített azzal, hogy természetesen egyúttal döntünk arról, hogy kiírjuk újra a pályázatot. Ez kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, kérem készent a kiegészítéssel együtt. Köszönöm, egy hang. Következő előterjesztés a Marcelli Média Központ megszüntetéséről. Az előterjesztésnek az a lényege, hogy szakfeladatként az önkormányzat fogja ellátni ezeket a tevékenységeket, úgy, mint az újságkiadás, illetőleg a szerződés megkötése a városi televízió működtetéséről, a jelenlegi működtetővel. Tehát ezek kerülnének át ide azzal, hogy a Győri Szabolcs munkaköre kiegészülne a városnak egy marketing tevékenységével is. A többit az előterjesztés tartalmazza, a bizottság tárgyalta, a civil bizottság, megadom a szót elnökasszonynak. Így van, a bizottság egyhangulag támogatja elfogadásra, hogy szüntessük meg a Marcelli Média Központot, valamint bízik a további hatékony tevékenységben. Köszönöm szépen. Kérdés. Kérdés. Horváth László, Kesztyűs Attila. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr. Mikrofonban. A kérdésem az lenne, hogy annak idején, mikor ezt a Média Központot létrehoztuk, elég sokat foglalkoztunk vele, illetve... Hát nem is gyorsan ment, hisz volt több verzió is, hogy ki fogja ezt a feladatot ellátni. Akkor ugye a Média Központ mellett tette le a voksát a többség. Most kérdezem én, hogy mi az oka közvetlenül ennek, mert ugye az, hogy elment nyugdíjba a vezető, ez úgy tűnik, mintha akkor azért szüntetjük meg most, mert valakinek csináltunk egy munkahelyet. Tehát így jön le a településen is, akikkel beszéltem. Vagy az önkormányzat ezt olcsóbban, jobban el tudja látni, tehát ezt követően a feladatot jobb színvonalon látják, illetve kevesebb be fog kerülni. Kesztyűs Attila, képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyzőasszony. Hasonlóképp vélekedem én is elég sok mindenről. Ami még szerintem fontos, hogy az itt felszabaduló bérköltségből jó lenne a város keresni egy független külső szakembert, aki esetleg csak egy-egy projektre megbízni, hogy
induljon el valamilyen irányba ez a marketing tevékenység. Nem, abszolút nem Szabolcsot bántva, hanem úgy gondolom, hogy olyan profi szakember, aki több területen érintett, akár különböző nagy cégeknél van a szabad kapacitása, különböző településeknél érdemes lenne megkeresni, megpályáztatni egy ilyet, hogy egy alkalmilag, hogy amiről többször beszéltünk, ki kell találnunk a város megkülönben, nagyon nagy baj lesz. Köszönöm. Hosszú András. Köszönöm. Attilával nem beszéltem természetesen erről a kérdésben, mert nagyon távol áll tőlem így körben is, hogyha nézzük. De egyet tudok érteni sok minden kérdésben, többek közt abban is, hogy kell egy profi marketing szakember, aki meghatározza, mi a keret. A keret az a koncepció, amit lefektetünk, és ezt saját magunk feltöltjük tartalommal. Tehát nem szabad elvárni azt, hogy valaki megjön és elmondja, mi a logó, mi azt mi döntjük el, hogy nézzen ki a város, azt mi döntjük el. Csak tud mondani egy keretet a város jellegi működésének, eszközrendszerének, parkjának megfelelően, és azt mi feltöltjük tartalommal. Rengetegszer mondtam már korábbiakban is, hogy teljesen jó koncepció legyen egy ilyen médiaközpont, csak hogy a médiaközpontnak nincs tartalma, akkor ez egy logó szervezet, aminek most majdnem kimondom, hogy ez lett a vége. Tehát sokkal nagyobb odafigyelést igényel és szaktudást igényel egy ilyennek a kialakítási üzenetetése, és mondjuk ki, hogy itt a testületben tisztelt teljesen kérem, hogy senki se vegye magára, se polgármester, se edző, senki se ért ehhez. Tehát ez egy külön szakma. Tehát itt, ahányan itt vagyunk, itt élünk, itt létezünk, és el tudjuk mondani, mi a véleményünk, de tartalommal feltölteni, föl tudjuk, de magát a koncepciót meghatározni képtelnek lennénk. Jó, tehát én azt szeretném megkérni, hogy Attilához kapcsolódóan nem is biztos, hogy valamilyen megbízási szerződés, vagy valamilyen formában ennek öntsünk egy keretet. Rengeteg koncepció van a városnak, fejlesztési, stratégiai is, hogy ott biztos, hogy megvan az a pont, amihez lehetne kapcsolni akár egy marketing koncepciót is. Köszönöm szépen. További. Azt gondolom, Horváth képviselő úrnak válaszolva, hogy hatékonyabban fog működni a média központ helyett, hogyha közvetlen irányítás történik. Ez elsősorban az újságra értendő természetesen ebben a tekintetben, és egyúttal költségmegtakarítással is jár. Tehát ez mindjárt válasz, és az így felszabaduló költségmegtakarítás az pedig egyértelműen alkalmas lehet arra, elfogadva a képviselőurak véleményét, hogy a marketingre különítsünk el forrást. Amikor azt mondom, hogy Győri Szabolcs foglalkozik vele, ez azt jelenti, hogy ő fogja, mint munkatárs összefogni ezt a tevékenységet, ő rajta keresztül történik a kommunikáció azokkal a szakemberekkel, akik ebben nekünk segítséget tudnak nyújtani, hogy valóban elinduljon egy ilyen folyamat, de ezt a költségvetésbe meg kell majd jelenítenünk. További. Aki így elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm. 10 igen szavazattal a testület elfogadta. Következő előterjesztés köztet rendjének eltérő használatáról szóló sokszor módosított önkületi rendelet módosítása, magyarul megint a filmforgatásra hogyan lehet köztleteket használni, sikerült megint egy új jogszabályt alkotni erről. Tehát ezt át kell ültetnünk a saját rendszerünkbe, tárgyalta a jogi bizottság. Jogi bizottság nevébe... Tessék? Igen, a tietek. A jogi is tárgyalt, azt mondom. A jogi is, meg a tiéd. Jogi bizottság nevében Horváth László alelnök úr, a kulturális oktatási bizottságot is támogattátok. Oké. Jó. Nem, a jogi bizottság mondhatott, az Ágés Hegycsanglak támogatta. A bizottság nevében ki fog szólni, mert lesz még több napi rend. Na kérem szépen, frakción belül döntsük el, hogy ki fog szólni. Nincs frakció. Laci, jó. Jó, tehát akkor a bizottság nevében Horváth László elnök úr fog szólni, csak ő nem volt ott, de az információkat megkapta. Te meg ott voltál. Így van. Lényeg, a bizottság egyhangulag támogatta. Jó. Kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm, egyhangú.
Marcoli kettes számú gyermekháziorvosi körzet feladatellátásáról sokszor tárgyalt napirend, mindig határidő módosítással, hosszabbítással, most egy évvel meghosszabbítanánk. Tehát a lényege, hogy ezzel továbbra is segítjük azt, hogy a kórházba gyermek szakorvosi ellátás legyen, hiszen ez egyébként főállásban a Marcoli gyermekkörzetben dolgozó doktor úr el fogja látni továbbra is a kórház segítését. Az előterjesztés tárgyalta, most valóban, mint bizottsági elnök asszonynak megadom a szót, Kisné Molnár Ágnesnek. Egyhangulóan támogatta a bizottság, és jó egészséget kívánunk a doktor úrnak, hogy ez bírja ezt a feladatot, és hogy minden jól menjen. Köszönöm szépen. Átadjuk. Kérdés, hozzászólás. Elfogadja, kérem, készfenntartással. Köszönöm. Egyhangú. Következő önkormányzat szereti működési szabályzatáról szóló rendelet módosítás, egy gyakorlatilag a médiaközpont miatti módosítás kerül bele. Már most szeretném jelezni a tisztelt testületnek, hogy december 15-én újra módosítani fogjuk ezt a rendeletet, mert időközben megjelent egy kormányrendelet, mely szerint a gyermekétkeztető konyhák úgy nem működhetnek jövőben, hogy hivatalhoz vannak becsatlakoztatva a szakfelületeként, hanem vagy önálló, vagy valamely intézményhez szervezetten működhetnek. De azokon a településeken, ahol nincsen egyetlen egy intézmény, se továbbra is maradhat a hivatalnál. Egy nagyon érdekes jogszabály. De mivel nálunk vannak intézmények, ezért ki kell szervezni az óvodai központhoz majd. De ez a következőre készül el. Tárgyalt a jogi bizottság, támogatta a bizottság egyhangulag. Kérdés, hozzászólás. Ki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm. 10 igen szavazat. Következő előterjesztés a hivatal szervezeti működési szabályzatának a módosítása. Ugye ez, erre azért van szükség, hogy kövessük papíron is azt, amit már eldöntöttünk ezelőtt, talán két testületüléssel előbb, hogy a rendészetnél, mivel nyugdíjazásra került sor, az átmeneti időszakra egyfővel megemeljük a létszámot, mert ugye már aki a nyugdíjazás előtt tölti a felmentését, az nem tud dolgozni, az új ember csak úgy tud beállni, hogyha a létszámot emelünk, mert nincs szabad státusz. És ez majd helyre áll valamikor január 2-ig, vagy december, vagy februárban. Kérdés. Ja, a jogi bizottság tárgyalta, bocsánat. Egyhangulag támogatta. Hosszú András, kérdés. Csak egy, szerintem hiányzik onnan egy szó, hogy alkalmazottal hatalat idői munkaviszony létesítésére. Ugye azt fogadtuk, hogy a határozatlan idejű munka viszont létesítünk, ugye addig, ameddig, tehát nem határozatlan idejűt, határozott idejűt fogadtunk el, ha jól emlékszem rá. Addig az időig, amíg... Így van. Köszönöm. Rendben. Más? Igaz. Oké, ezzel így egyetért, kérem, készfenntartásra szavazzon. Köszönöm, egyhangú. Jelzőasszony javítja. Következő nem közművel összegyűjtött háztartás, ez majd szippantó autó. Tehát az, hogy továbbra is ott, ahol nincs a városban vezetékes, vagy nincs csatornarendszer, ott továbbra is szippantással történik a szennyvízártalmatlanítás, illetőleg ehhez a felhívásunkhoz 10 környékbeli település, község is csatlakozott, és ugye a nyertes a COSESZ Kft., aki eddig is végezte ezt a tevékenységet. Kérdés, hozzászólás, aki egyetért, kérem készfenntartással. Köszönöm, egyhangú. Következő előterjesztés Solymi megyei kormányhivatal törvényességi felhívásáról. Ismert a tisztelt képviselőtestület előtt, hogy április 26-án az önkormányzat megtárgyalta 60 napon túl lejáró szállítói tartozásait, és ekkor döntöttünk arról, hogy pályázatot nyújtunk ki pótlólagos állami támogatás elnyerésére. Ez a pályázatunk sikeres is volt, amely eredményeként 100 millió forint pótlólagos támogatást kapott az önkormányzat, amely eredményeként most örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy Marcai Város önkormányzatának 60 napon túl lejárt tartozása jelenleg nincs. A kormányhivatal azonban kifogásolta, hogy mikor ezt az előterjesztést a testület tárgyalta, ezt megelőn a pénzügyi bizottság nem tárgyalta így a napirendet, és egyúttal így nem tudott szakmai állásfoglalást adni a tekintetbe, hogy vajon az önkormányzat harakirit kövessene el, avagy más módon élje túl az egész vállalkozást.
Ennek teszünk most eleget, hogy megígérjük a jövőben, a pénzügyi bizottság is tárgyalni fogja, és csak azt követően mondjuk azt, hogy nem kívánunk magunk ellen semmilyen olyan döntést hozni, ami az önkormányzat számára káros. Ezt már egyébként többször meghoztuk. Egy dolgot fájlalok benne, Marcai Város önkormányzatának több település, vagy a Marcai Kistesi Társulásnak több település 60 napnál lényegesen régebb idő óta tartozik, de ott nem látunk ilyen felvetéseket. Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság. Köszönöm szót, polgármester úr, tisztelt főjegyző, tisztelt testület. Megköszönöm, hogyha tárgyaljuk, és ugyanazt tudom megerősíteni, hogy a polgármester úr mond, nem fogunk bank ellen haraklit elkövetni, de feleljünk meg a törvényességi kötelezettségnek. Köszönöm szépen. Igen, meg fogunk felelni. Aki egyetért, kérem, készfenntartásra szavazzon. Köszönöm. Egy hangú. Következő előterjesztés. Az egészségi alapellátási körzetek átsorolásáról, ugye ez a fogászatra vonatkozik, amely értelmében a jövőben Csömennikla, Táska, Somogyfaj, Pusztaka, Libiszkő települések Somogyjádon történik a fogászati ellátása, tehát ők a társulásból így kilépnek, oda csatlakoznak, egyúttal az ehhez szükséges szakmai véleményt a Nemzeti Egészségügyi Fejlesztési Intézettől beszerezzük párhuzamosan. Előterjesztést tárgyalta a Szociális Bizottság. Támogatta a jogi bizottság, támogatta mind a két bizottság egyhangú, támogatta a jegyzőasszony. Én annyit szeretnék mondani hozzá, hogy a felhatalmazó rendelkezést ki kell javítanunk, mert a 97-es törvényből kikerült az alapellátási szabályozási kötelezettség, és egy 2015-ös törvényben, 123-asban került újra szabályozásra. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Jegyzőkönyvben már így kerül. Kérdés, hozzászólás. Ki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm, egyhangú. Következő előterjesztés, átruházott hatáskörhozott döntésekről, Humán Köznevelési és Szociális Bizottság, Kisné Molnár Ágnes elnök asszony, szóbeli kiegészítés, kívánsz-e fűzni? Csak annyit, hogy a bizottság több családnak a lakásbérletét meghosszabbította, pályázat elszámolásokról döntöttünk, tehát nem volt semmi olyan, ami érdemes lenne a városnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, aki a bizottság tájékoztatott beszámolját elfogadja, azt kérem készfenntartással. Köszönöm. Tájékoztatót egyhangulag elfogadtuk. Következő előterjesztés ugyancsak tájékoztató pénzügyi városfejlesztési környezetvédelmi bizottság átruházható döntéseiről. Hosszú András elnök úr. Elnök úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, polgármester, a szót. A bizottság fejlesztésekről döntött nagy többségben. Varga Zoltán képviselőtársam nyújtott be egy fejlesztést, illetve közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó döntések születtek, amik azt gondolom, hogy a város javát egyértelműen szolgálják. Több esetben is a korábbi árhoz képest jóval kedvezőbbet sikerült elfogadtatni a szolgáltatóval, és így polgármestert felhatalmazni, hogy felkérni arra, hogy megkösse a szerződést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bizottsági tájékoztató kapcsolatban kérdés, hozzászólás. Elfogadja, kérem készfenntartással, egy hangú. Következő 16-os számú előterjesztés két testületülés között végzett tisztségviselői tevékenységről. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Varga Zoltán, Kesztyűs Attila. Varga Zoltán először. Köszönöm, polgármester úr, jegyzőasszony, tisztelt képviselőtestület. Régebbi igaz, ugye, mert ez átfogja gyakorlatilag a nyarat is ez a történet, de én azt gondolom, hogy érdekes lehet. Az egyik a 10-es a Nemzeti Ipari Park fejlesztővel történt tárgyalás, az még júniusban volt. A következő a 12-es a Pelzókom és a hulladék, tehát ennek azt gondolom azóta már talán további fejlemények is lehet, hogy történtek az ügyben, hogy merre tart tovább a hulladék gazdálkodás itt ezen a területen, és akkor bocsánat, még akkor mondom a 16-ost, amihez szerintem kapcsolódik a 18-as is, a paktumos. De ez elnézést, de azok a jó, ezek a, most amit mondasz, ezek a júniusiból vannak. Hát de itt váz van benne az előtte. Javítottuk őt. Ja, akkor jó, azért kérdezem, de viszont akkor tovább is fenntartom a kérdést. Érdekes volt, a Pelzó úgy, hogy 12-es. Na jó, azért mondom, azt fenntartom most is akkor a Pelzós kérdést. Tehát azért néztem én is, hogy miért vannak benne azóta, mert szerintem ülésreztünk. Mert kiment, hogy te rosszat küldtél ki először. Jó, rendben. Akkor én ezt mentettem le, csak ennyi akkor. Semmi probléma. De nem baj, a többről beszélünk. Jó. Szociális és egészségügyi szolgáltató központokat, hogy ott átalakítás. Igen.
Reméljük, hogy az. Igen. A kétkeztetés átszervezése. Igen. Jó. Oké. Nincs más. Jó. Tehát az ipari parkról általában. Ugye van egy olyan ipari parkja a városnak, ahol gyakorlatilag nem tudunk eredményeket elérni, mert kisebbségi tulajdonban vagyunk, és a többségi tulajdonosok olyan árakat állapítanak meg. Nemrég török tárgyaló partnerek voltak, akik azt írta vissza az állami közvetítő szerv, aki idehozta őket, tehát a kormányhoz tartozó intézet hozta őket, hogy a magas ár miatt nagy valószínűség, hogy Észak-Magyarországon találnak maguknak befektet. Egyébként nem biztos, hogy örömmel fogadtuk volna, mert ilyen kőzetgyapott gyár, tehát elég komoly légszennyezéses szállópor és minden jár vele együtt. Már akik érdeklődtek. A másik ipari park terület, ott bízunk benne, hogy akár még ebben az évben döntés születhet. Ugye ott egy területi operatív programos pályázatot nyújtottunk be a városi keleti ipari terület kialakítására, amiről szóló rendezési tervet épp az elmúlt testületülésen hagytuk jóvá, tehát innentől fogva az jogerős az a rendezési terv. Bízunk benne, hogy az sikeres lesz, és akkor valóban a Kossuth-Lajos utca, Szilabeg utca közötti teljes feltárás annak a belső területnek megfelelő közművekkel együtt megtörténik. Ez nagyon fontos lenne, hiszen ugye, ahogy legutóbb szintén döntöttünk, és holnap fogom aláírni a szerződést, az Agrotech számára ott már értékesítettünk is egy hektáros területet, ahova a Somogy-Zala megyei központját fogja telepíteni a társaság. A másik ilyen átfogó a hulladékkal kapcsolatos dolgok. A múlt pénteken, nem két hete pénteken tárgyaltunk Tavon, Weingartner Balázs úrral, a Nemzeti Hulladék Gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő és minden zárt körű részvénytársaság elnök vezérigazgatójával, hogy ez egy 100% állami tulajdonú társaság, valamint Tab és Siófok polgármestereivel arról, hogy a jövőben hogyan működhet a hulladék gazdálkodás ebben a térségben. Tudni kell azt, hogy mi nagyon kicsik vagyunk. A jelenlegi szabályozási rendszer az olyan, hogy a központi szervezet, ez a hosszú nevű hulladékgazdálkodási ZRT, ez a lakosság számot figyelembe vevő negatív vagy pozitív szorzóval finanszírozza a hulladékgazdálkodást, plusz ehhez párosul az, hogy ki milyen minőségben végzi a munkát. A minőség szempontjából azt mondhatom, hogy az országban az elsők között vagyunk, mert teljes körű szelektív gyűjtés van, és házhoz menő zöld hulladék gyűjtés is van, tehát minden mutatónk abszolút pozitív, de összesen 35-37 ezer emberre folyik a gyűjtés, és 100 ezerig degresszív, méghozzá nagyon keményen degresszív, tehát amiért mondjuk Budapesten 1,5-es szorzót kapnak, azért nálunk 0 egész valamennyit. Ha át tudnánk lépni a 100 ezres létszámot, akkor nálunk is legalább 100%-os lenne a finanszírozás, plusz a pozitív szorzóink miatt, amik a minőségre, mint mondtam, a minőségre, amiatt akár 1,3-ig fel tudna menni, és abban a pillanatban biztos, hogy rentábilisan működhethető a szervezet, tehát nem kell az önkormányzatoknak mellé pénzt tenni, hanem gyönyörűen elműködik, saját magát fent tudja tartani. Mivel hasonló cipőben van a siófoki rendszer, ők is ilyen 50 ezeren vannak, hasonlóban az ilyen Perzókom nevű lengyeltóti székhelye, de igazán Tabi polgármester által vezényelt szervezet, ők is egy ilyen 50-60 ezeren vannak. Logikus, hogy velük egyesüljünk, és valamilyen módon egy közös szervezet jöjjön létre annak érdekébe, hogy ez működőképes és rentábilis legyen. Ugyanakkor, mivel az eszközök beszerzése az társulásokon keresztül valósult meg, ugye itt is nálunk is az összes edényzet, gépnek, mindenek a tulajdonosa a Marcali Többszélű Kistérségi Társulás, de ugyanez igaz a Perzónál, Siófoknál még egy teljesen más rendszer, mert ott meg perek tömege van folyamatban. Tehát ezért nem lehet
egy lépésbe összevonni az egészet, hanem az az átmeneti megoldás körvonalazódik, hogy a három társulás, vagy lehet, hogy a három város, de valószínűleg, hogy a három társulásnak kellene, már a több célú társulásot értem most alatta, sőt, az négy is, mert akkor Fonyó, Tab, Siófok, Marcali, létrehoznak egy KFT-t, ez a KFT szerződik a Nemzeti Hulladékgazdálkodás és a többivel, és az pedig alvállalkozóként megtartja azokat a KFT-ket, amelyek ma is működnek. Ugye ennek az előnye az, hogy akkor 100 000 fölötti létszámról beszélünk, hátránya viszont, hogy létrehozunk egy olyan szervezetet pár 10 millió forintos kiadással, ami effektív munkát nem fog végezni. De nagy valószínűséggel még mindig jobban járunk, mert emelt szintű támogatáshoz jutnak hozzá az alegységek. Meg lehetne lépni azt is egy lépésbe, hogy egy nagy KFT-t létrehozni, csak jelenleg ez Siófokon nem átvihető. Tehát Siófokon olyanok a beszállít, tehát a több cég foglalkozik ezzel, tehát nem olyan homogén a helyzet, mint nálunk, és ezért ez egy pillanatnyi átmeneti probléma. A végső cél végül is az lenne, hogy majd egy KFT legyen, az egy KFT szerződjön a társulásokkal, a társulások ugyanúgy bérbe adják, mint ahogy most ugye formálisan bérbe adjuk, és akkor ez alapján történhetne. Tehát ennek voltak az első lépcsős tárgyalásai. A lényeget szeretném elmondani, hogy nagy valószínűséggel ebben reményeink szerint a lakosság ebből semmit nem fog észrevenni. Tehát ugyanazokat a kukákat, ugyanazok az emberek, ugyanazok az autók el fogják vinni, ugyanannyi pénzt kell fizetni, tehát semmi nem változik reményeink szerint, csak szervezetileg, meg finanszírozásilag fog megváltozni. Erről most már, hát most már több hónapja tárgyalunk, most jöttünk el egy olyan állapotba, hogy az elnök vezérigazgató is személyesen ott volt, és azt mondta, hogy támogatható ez az ötlet átmenetileg egy pár évig, aztán úgyis meglátjuk, hogy hogyan lesz. Ha botrány lesz ebből az egész szemetesdéből, akkor úgysem állunk lesz, a nagyvárosoknál majd ahol ellátatlan területek lesznek, ugye mindig azt kiszoktuk várni, hogy máshol történjen ilyen. A másik, amiért nekünk érdemes ezzel a két társasággal tárgyalni, hogy azért a környéken vannak nagy, nálunk lényegesen nagyobb cégek, akik elsősorban a meglévő válogató mű miatt nagyon szívesen hát örökbe fogadnának bennünket, és valami hasonló helyzethez jutnánk, mint a kórháznál. Tehát körülbelül ezt lehetne vizionálni, tehát ezt szeretnénk elkerülni, és egyenrangúakkal tárgyalni inkább, mert ugye ebben az esetben két nagy lerakó van, az egyik itt, a másik a Somi lerakó Siófok alatt, az eszközök megvannak, és tökéletesen működő rendszert el lehet osztani, hogy Lengyel-Tóti Fonyótól még erre szállítunk, onnan meg a Somi lerakóba. És alapján gazdaságosan működik a válogató is, és minden. Tehát ez én azt gondolom, hogy számunkra egy előnyös megoldás lenne, de persze ez bizonyos jogszabályi változtatásokra is szükség van még, mert azért az ördög az a részletekben lesz, tehát én azt gondolom, hogy a testület még jó párszor fogja ezt tárgyalni, meg a bizottságok, amikor a konkrét szerződéseket meg kell kötni ezzel kapcsolatban. A Szálloda Kft. Dunai városba tartotta a kötelező taggyűlését, érdemi előrelépés nincs, érdeklődők vannak, elég jó nevűnek tűnő érdeklődők is, de tényleges előrelépés nem történt. Ma is volt erről egy rövid eszmecsere, de ami konkrét előrelépés jelentene, olyan pillanatnyilag nincs. Egy biztos, hogy az idő mindinkább arra szorítja a többségi tulajdonos, hogy legyen. A Szociális Szolgáltató Központ átalakítás egyebek, ugye született egy törvény ebben az évben, ami azt mondta ki, hogy a gyermek jóléthez kapcsolódó hatósági tevékenységet azt egy külön szervezetbe kell, hogy érthető, hogy azért fogadok így, azt egy külön szervezetbe kell szervezni, ami csak a járásszékhely város önkormányzata hozhat létre. Ez nálunk egy társulásban működik, meg nem csak nálunk, hanem nagyon sok helyen az országban. Nagyon sokáig úgy volt, hogy ezt végre kell hajtanunk, mi mindent megtettünk, ezt most a Kisvárosi Szövetséget értem alatta, hogy ennek a hibáira felhívjuk a törvényalkotók figyelmét, a minisztérium figyelmét, hogy ez egy téves út, hogy egy jól működő rendszert miért kell részeire bontani azért, mert az országban egy pár helyen ebből vita van.
mert az egyébként onnan indult el, hogy van, ahol a települések nem voltak hajlandók hozzájárulni a költségekhez, és ezért ugye azt mondták a városok, hogy ők nem hajlandók ezt a szolgáltatást csinálni. De ahol jól működik, ott miért kellene ezt hozzányúlni, és szerencsére három volt polgármester, akik ma fideszes képviselők, ők módosító indítványt nyújtottak be a parlamenthez, annak érdekében, hogy továbbra is, ahol a társulás keretében ez működtethető, ott maradhassanak meg a társulások, és ezt a módosító indítványt a szakbizottság tárgyalta, és egyhangúan támogatta. Tehát innentől azt gondoljuk, hogy a parlament jövő héten ugyanígy meg fogja szavazni, hogy a társulások továbbra is ezt a tevékenységet elláthassák. Ezért vált okafogyottá az, hogy erről ma itt nem kell tárgyalnunk, mert milyen az úgy, ahogy van, jól működik. A másik pedig, amire tettem, hogy egy utalást, ez a konyhával kapcsolatos dolgokat, meg nagy valószínűséggel nem tudjuk kikerülni, hogy megváltoztassuk, de azért mondtam, hogy 15-én valószínű újra SMS módosítás lesz, mert ott viszont valamelyik intézményünkhez kell integrálni a volt gimnáziumi konyhát, ami ugye leginkább ma már óvodai konyhának hívhatnánk, hiszen zömében az óvodákat látja el, és 99%, hogy az lesz a szakmai javaslat, hogy az óvodai központhoz integráljuk. További. Elfogadja, kérem, készfenntartással. Köszönöm, egyhangú. Következő az önkormányzat 2017 évi folyószámla hitelkerete. Ugye ismert mindenki előtt, hogy az önkormányzat az év nagy részében hitelből gazdálkodik, hiszen jelentős bevételeink márciusban és szeptemberben vannak a helyi adókból. A közelévő időszakban van egy 250 millió forintos hitelkeretünk, amit szerencsére soha nem merítünk ki, de a biztonság kedvére ez működik. A felhatalmazás arra vonatkozik, hogy ez továbbra is maradjon, és egyúttal annyival kiegészíteném az előterjesztést, hogy természetesen nem csak arra, hogy jóvá hagyja a testület ezt a tárgyalást, hanem felhatalmaz arra is, hogy a bankkal ezt aláírjuk, hiszen valószínű januárban már szükségünk van belőle valamennyi összegre. Tárgyalt a pénzügyi bizottság, elnök úr. Szotolást úr, tisztelt fejezőszint, tisztelt testület. A bizottság egyhangon javasolta elfogadásra az előterjesztést a polgármester által hangzottak kiegészítve. Annyi a szakmai hozzáfűzni valom, hogy a stabilitás törvény miatt az önkormányzatoknak minden év december 31-én nullára kell futtatni a folyószámláját, ebből következik, a hitelkerete megszűnik. És minden év január 1-től újraindul, és ehhez kell a polgármesternek feladatlanulás, hogy újra írja alá a szerződést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdés, hozzászólás. Kegyetért kérem készfenntartással. Köszönöm. 10 ilyen szavazattal. Következő Marcelli Galambok összekötő út korszerűsítése soráni ingatlan terület változások. Ugye az előterjesztésnek az a lényege, hogy egy minimális terület, ami önkormányzati volt, az állami tulajdonba kerül, egy egész jelentős terület, ami korábban állami volt, az önkormányzatiba kerül, egyúttal pedig ugye arról döntenénk, hogy az ezzel kapcsolatos költségeket nem kívánjuk viselni, hanem az állam viselni. Tárgyalta az előterjesztést a pénzügyi bizottság, elnök úr. Köszönöm szépen, polgármester úr, a testületülés előtt egy pár perccel ütött a bizottság, és következő napi pontokat szerintem mindegyiket tárgyaltuk. Úgyhogy lehet, hogy majd föl fogok állni, és fogok hozzászólni. A bizottság egyhangon javasolta elfogadása az szerint, hogy nem kívánunk érte pénzt adni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás. Ki egyetért, kérem készfenntartással. Köszönöm, egyhangú. Következő az úgynevezett településrendezési eszközök kettes számú módosítás, tehát magyarul rendezési terv módosítása annak érdekében, hogy a Lengyelkert, Noszlopi utca, Táncsics Mihály utca, Nagygombai utca által határolt területen egy új olyan övezet alakítható ki, ahova 4-6 lakásos házak építhetők. Ezzel kereste meg az önkormányzatot a Kányai Kft. És ezzel már korábban foglalkoztuk, akkor támogattuk, itt gyakorlatilag az a keretszerződés szerepel, melyben a település rendezési eszközök módosításához kötődő pénzügyi kötelezettséget tőlünk átvállalják. Magyarul ők fizetik ki a rendezési termódosítását. Tárgyalt a bizottság, bocsánat, elnök úr. Köszönöm szépen, polgármester úr, szinte unalmas se fog válni mindenki számára. A bizottság egyhangulag javasolta elfogadásra a településrendezési eszközök módosítását, ugye korábbiakban is, most azt is elfogadja a bizottság és javasolja a testületnek, hogy a költségeket ne a testület, illetve a hivatal viselje, hanem az, aki kérelmezte a módosítást. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezzel kapcsolatban kérdés,
Hozzászólás. Parancsolja. Varga Zoltán képviselő úr. Polgármester úr, csak néhány gondolat az ügyben, hogy ez a terület abban a körzetben van, amelyiknek én jelenleg a képviselője vagyok, és nagy örömre szolgál az, hogy új lakásépítések valósulhatnak meg itt Marcali városban, illetve a körzetben, és remélhetőleg azáltal fiatalok költöznek ide és telepednek le, úgyhogy én nagyon örülök ennek a döntésnek, illetve annak, hogy elindult ez a folyamat, és bízunk benne, hogy mielőbb birtokba tudják majd venni a lakásokat, akik oda kívánnak költözni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás. Aki egyetért, kérem, készen tartással. Köszönöm, egyhangú. Következő őszinte mosoly közhasznú alapítvány támogatási kérelme. Hogy az előterjesztő kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy a kérelem az gyakorlatilag párhuzamosságot tartalmaz azzal, amit az önkormányzat, illetőleg intézményei ma is végeznek, valamint amire a Marcali kártya bárkit feljogosít. Ezért a javaslat az A pont, mely szerint ne támogassa a képviselőtestület ezt a kérelmet. Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság. Köszönöm szépen, Mester, tisztelt főedző, tisztelt testet. A bizottság egyhangulóan az A-t javasolta, azaz nem javasolja a testületnek támogatásra az alapítványt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás. Aki ezzel egyetért, kérem készfenntartással. Köszönöm, egyhangú. Következő, nem tudom, kiküldésre került-e, akkor az egyebekben mondom el, a Szövetség, a Polgárokért Alapítvány közhasznú szervezet, amely mai nap nyújtott be egy kérelmet arra vonatkozóan, hogy ők itt az udvarban használnak egy helységet a tevékenységük ellátására, itt a hátsó épületben. És az a kérésük, hogy ezt a helységet továbbra is használhassák, tekintettel arra, hogy olyan közhasznú tevékenységet látnak el, ami elsősorban munkanélküliek, vagy bármi módon fogyatékkal élő személyek támogatására vonatkozik. Javaslom a testületnek egy olyan, ugye korábban azt mondtuk, hogy szeptember 30-áig volt egy kis átmeneti felmondás idővel használati joguk. A javaslatom az lenne, hogy egy határozatlan idejű szerződést kötnénk, de azzal, hogy az önkormányzat bármikor 10 napra felmondhatja ezt a megállapodást, úgy, hogy semmilyen kártérítési igény nem merülhet fel. Tehát támogatnánk továbbra is, hogy elláthassák ezt a karitatív tevékenységüket, de ha nekünk szükségünk van rá, illetőleg ha számunkra okafogyottá válik, mert ők ugye különféle állami támogatásokból, peleti pénzekből tudják ezt a munkát végezni, akkor meg eleve megszűnik az általa, nem nyernek továbbiakat. Hosszú András, bizottság. Kérdésem volna, ez a feltétel, amit beépítünk a szerződésbe, nem ütközik semmi jogi akadályba, tehát fel tudjuk mondani, 10 napra akkor is határozatlan időszerzést kötünk velük. Igen. Köszönöm. Ha határozottra kötnénk, akkor nehezebb lenne, mert akkor a határozott az kötne bennünket, a határozatlannál egyértelmű, hogyha hozzáírjuk, hogy de bármikor 10 napra, akkor igen. Jó? Laci, Horváth Laci. Mikrofont kérek. Mikrofonba. Tehát véleményem lenne, ugye mivel közhasznú alapítvány, az önkormányzat, úgy tudom, ez ingyenesen bocsátja a rendelkezésükre, tehát itt támogatást kapnak az önkormányzattól. Nyilván én is javaslom ezt a megoldást, amit a polgármester úr javasolt, de azt is javasolnám, hogy azért figyeljünk oda ezekre az alapítványokra, illetve közhasznú szervezetek, akiket támogatunk. Esetlegesen kérjük, ugye a beszámolót azt meg lehet nézni a interneten, de azért figyeljük meg, hogy milyen tevékenységet folytat, meg hogyan, mert azért úgy gondolom, hogy olyan szervezeteket nem kéne támogatnunk, akik csak ilyen áttevékenységeket végeznek. Ugye azt kell tudni erről az alapítványról, hogy, ahogy mondtam is, megváltoztatunk a képességű embereket, támogatnak, és ez egy a kormány által uniós forrásokra kiült E-fokos pályázat keretében működnek, tehát valamilyen szinten garancia az, hogy kormány támogatással működik. Ebben az esetben, de egyébként főszabályként igaz, amit mondasz. De meg fogjuk kérni tőlük. Jó, aki így elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm. Egyhangú. Kérdezem a testület tagjait, kinek van interpellációja, kérdése. Varga Zoltán, mikrofont kérem.
Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, képviselőtestület, lakossági megkeresés miatt kértem szót. Marcaliban a Bem utca végén, ez a Dezső utca és a Zrínyi utca közötti szakasz, ez körülbelül olyan 6 ház szélességnyi terület. Ezen a részen, de csak ezen a részén a Bem utcának minden második oszlopon van közvilágítás, és az ott lakók kérték, mert ott a fák is elég jól takarják a járdát, hogy próbáljuk meg megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Dezső utca előtti részen, illetve az utána részen is minden oszlopon van közvilágítás, hogy ez a három oszlop, ami akkor kimaradt, pótoljuk itt is, és megvalósuljon a közvilágítás, illetve ugyanezen lakóktól már ült fel az a kérdés, aminek nem tudom, hogy van-e most jelenleg megoldása, hogy ők szeretnék, ha nem is aszfaltozott, de valamilyen murvás úttal, hogy az összeköttetést az elkerülő útra, illetve az, hogy az ott lévő fákat megnyírni, mert gyakorlatilag annyira belóg az útra, hogy az autóknak az oldalát összekarcolja. Tehát ez a két lakossági felvetés volt. Nagyon szépen köszönöm. Fekete Lajos. Tisztelt polgármester úr, főjegyzőasszony, képviselőtestület. Én a főjegyzőasszonytól szeretném megkérdezni, hogy a Fecske utcának az aszfaltozása kapcsán történne valami előrelépés, mert úgy emlékszem, hogy lassan lejár a 3 hónapos határidő. Köszönöm szépen. Ági parancsnok, Kisné Molnár Ágnes. Polgármester úr, jegyzőasszony. Az én körzetemben két középiskolája is van a városnak. A szakképzőiskola keresett meg azzal, mint az iskolaszék elnökét, hogy pályázaton nyertek az épület felújítására, de a nyílászárók cseréjére nem. És mivel azt együtt lenne szerencsés ugye elkészíteni, hogy a jövő évi költségvetésbe ezt tudnánk-e valahogy majd, vagy milyen módon tudná a város ezt támogatni. Továbbá a gimnázium is nagyon aktuális lenne az épületnek a tetőzetét, hogy mit tudnánk ezzel tenni. Továbbá szeretném megköszönni a képviselőtársaimnak, a polgármester úrnak, hogy a templom fűtéséhez hozzájárultak a költségvetésből. Köszönöm szépen. Köszönjük. Tessék. Dr. Horváth László. A korábban elkészült ugye a víz elvezetési problémáknak a megoldása a Széchenyi utcán, de most, hogy volt ez a nagy esőzés, én direkt figyeltem, hogy belettek rakva ezek a ferderácsok az árkokba, úgyhogy úgy nézem működik, tehát nem öntött el ott a sarkot a víz. Viszont a hulladék, levél meg egyebek az ott megállt a rácsoknál, hát volt, aki kiszedte, volt, aki nem. Tehát úgy gondolom, kiszedhetné bárki, aki reklamált korábban, de javasolnám, hogy a GAMESZ-nak felhívni erre figyelmét, hogy akkor ilyenkor menjenek ki és szedjék ki, és akkor szerintem innentől kezdve ilyen probléma nem lesz. Úgy gondolom, hogy ez elég olcsó megoldás volt egyébként, tehát nem volt drága, és gyakorlatilag bevált. Tehát... Okay. További szándék. Kesszis Attila, képviselő úr. Köszönöm a szót. Régi probléma, sajnos a Gombai templomnál is folytatódik a szemétégetés, mint népi folklór. A másik az meg egy régebbi dolog volt, de most ott eszembe, hogy a polgármester is említette a zöld keresztet, hogy arról lehet-e valamit tudni. Köszönöm. Nincs. Meg fogjuk nézni a Bem utcának a Dezső-Zrínyi közötti közvilágítási problémát, és természetesen, hogyha ez így van, akkor nem hiszem, hogy különösebb akadálya lenne, hogy bármelyik olyan rekonstrukciós programban, amikor közvilágítási felújítások történnek, akkor belekerüljön, türelmet kérünk természetesen hozzá. Az elkerülő útra való rácsatlakozás, hát az nem szó, hogy a közútkezelő osztatlan örömét fogja kivívni, hogyha azt mondjuk ki akarunk építeni egy csomó pontot, ami jelenleg nem létezik, csak ki lehet rajta járni. Az, hogy valamennyire az utat rendben rakjuk, annak különösebb akadálya nincs, de tehát olyan túlzásba az épített jelleget nem kellene vinni, mert akkor bizony raknak rá egy sorompót. Nem is az volt a kérés. Csak világos. Csak azt mondom, hogy ez az a fajta dolog, amiről nem kéne sokat beszélni, csak úgy megcsinálni esetleg. Mert még valakinek szöget jut a fejébe, hogy le lehetne zárni akkor. A Fecske utca aszfaltozásra jó hírt tudok mondani.
teljes egészében befizetésre került az összeg, amit a képviselőtestület megállapított, és ismereteink szerint az utolsó egyeztetés van vissza az engedélyezéshez, ez pedig a gázvezeték építésére vonatkozik, amint az is megvan, akkor épp tegnap adtam rá utasítást, hogy abban a pillanatban történjen meg a kisbeszerzés kiírása, tehát magára az építésre. De azt itt is szeretném hozzátenni, hogy ha rossz lesz az idő, akkor nem fogjuk megcsinálni, akkor ebből csak márciusban lesz a valóságba. Tehát nehogy valaki, hát azért decemberben csak, mert hogy előbb elkészüljön és rossz minőségben, biztos, hogy nem fogunk aszfaltozni. Szakképző, gimnázium és minden ezzel kapcsolatos. A problémát elég jól ismerem. Nem zárom ki, sőt azt mondom inkább, hogy nagy valószínűséggel találunk módot arra, hogy segítsünk. Azonban ennek van több feltétele. Az első, hogy ténylegesen megnyerje a szakképző azt az összeget, amit ma ígérnek nekik, hogy meg fogják majd nyerni, mert ugye ez pillanatnyilag egy ilyen virtuális 40-valahány millió forint. Ez az első része. A második része, hogy rendelkezzünk szabad forrásokkal, ennek pedig az a feltétele nagy valószínűséggel, hogy azokra a saját intézményeinkre, amelyekre költenünk kellene, ne kelljen saját pénzt költenünk, mert a pályázat sikeres lesz. Itt gondolok elsősorban az óvodai központ épületére, vagy gondolok a Széchenyi utcai orvosi rendelő épületére, mert ugye azok egyértelműen a mi épületeink, és elég furán veszi ki magát, nem is, hogy akár a testület is megszavazza, hogyha párba van állítva, hogy melyikre kellene költeni, de ha azok nyernek, akkor természetesen rendelkezünk szabad forrásokkal, és megvan a lehetősége annak, hogy ide adjunk pénzt. A harmadik pedig az, hogy természetesen az ablakcseréket nem kívánunk pénzt átadni, hanem mi magunk bonyolítanánk ezt ebben az esetben le, összehangolva magát a szakmai részét. Erről egyébként tájékoztatta is már alpolgármester úr az intézményt, hogy körülbelül ez a járható útja az egésznek. A gimnáziummal kapcsolatban pályázat került benyújtásra, a Keopos pályázat. Nagyon jó esélyei vannak, én azt gondolom annak, hogy nyerhet. Tehát ez a klik központon keresztül történő pályáztatásról van szó. Széchenyi utca járok tisztítás, én is úgy gondolom, hogy egy jó megoldás volt. Köszönet a Mészáros képviselő úrnak is, aki ebbe többet eljárt, és így meg tudott ez valósulni, így van, meg kell, mindig ez a probléma, a 20-dék ott marad, akkor kijönt. Tehát ezt majd figyelemmel fogjuk kísérni, bár annak is örülünk, ha valaki kimegy és kidobja, de ahol nem, ott meg fogja a GAMESZ ezeket csinálni. A gumiégetéseket, meg az ilyen hasonlókat mindig próbáljuk figyelemmel kísérni, a rendőrséget tájékoztatni, hogy annak általában valami más oka van, mert nem a égetés kedvére égetnek. Tehát, hogy finoman próbáljam körülírni a problémát. A Zöld Keresztnél mi korábban benyújtottunk egy kérelmet ingyenes tulajdonba adásról, akkor az volt az álláspontja az Állami Egészségügyi Központnak és a vagyonkezelőnek, hogy ezt ők értékesíteni fogják. Ennek semmilyen jelét nem látjuk. Keressük a lehetőséget ezek megoldására. Köszönöm szépen a nyilvános ülést, ezzel bezárom, zárt üléssel folytatjuk. Megkérek mindenkit, hogy hagyja el a termet, mert a nyilvános ülésnek ezzel vége. Egy pillanat, kérem. Egy jelző asszonynak mondta, hogy szeretnék hozzászólni. Nekem nem. Te értem. Nekem nem. Kértál jelző. Hát, Tamás, ez egy testületi ülés, tehát... Nem érdekel, amit mondasz, mert bejegyeztem, és felhívtam, hogy beszédet szeretnék mondani. De még egyszer szeretném mondani, hogy ez egy képviselőtestületülés, ez nem egy lakossági fórum. Ez nem zárt ülés, nem. És én benyilvánítottam. De nem. Tisztolgár vagyok. Tegyétek le a hangot.
polgármester úr, jegyzőasszony, kedves hölgyeim és kedves uraim. Azt gondolom, az elmúlt években eszembe se volt, hogy szót kérjek, és nem is volt indokolt, hogy egyébként ezt tegyem. Van három gondolat, ami miatt mindenképpen szeretnék szólni, és valójában most se értem, hogy tilos, hogy valakik felszólalhassanak az önkormányzati ülésen, hogyha nem lehet, akkor valamit még csak tennem kell, hogy az alkalmas legyen. Az első, amit szeretnék mondani, hogy szeretném megköszönni a jelenlévőknek, ugyanúgy, mint a többieknek, hogy támogatták a diszpolgári kinevezésemet, megbízásomat. Abban az időpontban, amikor ez történt, azt követően bekerültem a kórházba, és olyan állapotba kerültem, hogy nem tudtam sem írni, sem olvasni, sem üzenni, hogy megköszönjem ezt. Szeretném hozzátenni, hogy attól három naptól nem csak az alakult ki, ami korábban benn volt, hanem a szívelégtelenségem és a veselégtelenségem, ami azt jelenti, hogy három vagy négy napot fekszek a kórházba, az életem körülbelül annyi, egy-három nap, egy-három hónap, egy-három év, csak pontosan nem tudom, hogy mennyi. Én ezt kötelességnek tartom, és nagyon-nagyon ostobának tartalak azért, polgármester úr, hogy nem értetted meg, hogy van, amit szeretnék megköszönni. A másik, amit szeretnék mondani, hogy elég hosszan harcoltam a kórházért, sok mindenért. Azt gondolom, hogy sok mindenért majd válaszolnom kell egy 6000 példányba, hogy valamit tettem. Nagyon sértőnek tartom azt a tüntetést, ami végrehajtásra, felszámolásra és valamire készült volna, ha az nem egy egyszerű tüntetés. Én fontosnak tartottam volna, hogy megköszönik, megköszönitek ti is, és megköszöntette volna kis úr is, hogy hát elnézést kérek, dolgoztak ebben a kórházban öten. Az Deák doktortól, Fodor doktortól, Rádler doktortól, Borsos doktortól, és sorolhatnám. Meg kellett volna köszönni, hogy valamit tettek ebben az időszakban. Meg kellett volna köszönni, hogy 1985-ben Rádler mit is tett, mit tett az önkormányzat, mit tettek a személyek, szerénytelenül magamat, aki az utolsó engedélyt adta ki, miután mindegyiket el akarták utasítani 85-ben. Szeretném, hogy azt is megértettétek volna az építkezéskor. Szeretném, hogy azt is megértettétek volna, hogy az utolsó fejlesztésre, jól tudom, az 1,7 milliárd forintot mindenképpen én segítettem, hogy így legyen, a ti álláspontotok volt, hogy meglegyen, értelek néha, és legalábbis valamit tettünk ebbe az ügybe, hogy fejlesztésre kerüljön. Ehhez néhány mondatot nem megmondani, hogy azért is van jelenleg probléma ezzel az egész kórházügyel, én ezt elképesztőnek tartom, és lehetetlennek tartom. És befejezésül pedig az illetékes miniszter három alkalommal előkészítették a miniszterelnök úrral való találkozót. Az időpontot még mindig változtatják. Az egyik időpont változatlanul a kórház. A másik időpont változatlanul a szállodaépítkezés, harmadik éppen nem Marcalival kapcsolatos, de a legfontosabb információk szerint még ebben az évben megfelelő előkészítés mentén ezt a találkozót végre lehet hajtani. Ennyit szerettem volna mondani, és én még egyszer azt gondolom, hogy lehetetlen ebben a helyzetben nincs, lehetetlen ebben a helyzetben 40 év után, amit lassan ezért a városért valamit tettem, annyit, mint tettél, nem tettem, de valamennyit tettem, és a helyzetem változatlan, hogy soha semmit nem adok föl, hogyha hónap után temetésem lesz, akkor is tudom, hogy mit akartam tenni.
testületi ülésbe zárom. Zárt ülés.